Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. Szeretettel köszöntök mindenkit, mai új autó tesztünkbe, talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy én az egész teszt forgatásba egyrészt rühellek, de mocskosul, a mikroport felrakást, pláne ha egyedül vagyok, soha nem tudom merre áll, leesik róla a szőr, nem lesz jó a hang, mindegy, remélem most megugrottam ezt a problémát. Hát egy kicsit zajos közegbe jöttem, de talán nem véletlen, hiszen hát eléggé ramadt az idő. Jól látjátok, hogy esik az eső, és sajnos mai autónk ez akkora, hogy nagyon nehéz neki fedett helyet találni, ahol nem ázok rommá. Úgyhogy engedjétek meg, hogy bemutassam nektek Omlást. Omlás a 6. generációs Ford Explorer, ahogy az már tradicionálisan lenni szokott, egy nagy amerikai családi SUV. Hát jó, hát ehhez a nagyhoz azért tartozik némi magyarázat, ugye úgy nagy, hello, itt vagyok, trekkeld az arcomat, kis kamera. Szóval azért úgy nagy, hogy Amerikában már ez ilyen méretesnek számít, de még nem a legnagyobbnak. Itt Európában viszont egyértelműen egy nagy autónak számít, hiszen azok közé is tartozik. Annyira utálom még, mikor ezt a kamerát is kezelni kell, na mindegy. Az a lényeg, hogy ez már a 6. generáció, szép nagyra nő. Több mint 5 méter hosszú, jól látszik. Jól látszik, hogy azért testes darab. És hát a formavilágon igazából én úgy gondolom, hogy annyira nagyon nincs mit nézni. Ezt a nyeles tojás jellegű hátsó lámpát, ezt már régen ismerjük a fókuszra, hogy kicsit más lett, szögletesebb. Az arca viszont nekem tetszik, olyan jó nagy, olyan böhöm, ezekkel a szűk lámpákkal, olyan masszív, a hűtőráccsal, nyilván műanyag persze. Ez egy kölni bemutató autó, jól látjátok, Köln EX Explorer, bizonyán. És hát jó, nem? Hát azért előrevetíti azt, hogy nem leszünk benne helyszűkébe. De ami igazán érdekes, ezen a kivitelen, az nem csak az, hogy annyi kipufogó van rajta, mint az Ózdi Kohón, kémény, hanem, hogy bizony, ez egy összkerekes plug-in hibrid. Hoppá! És ugye azt tudni kell, hogy ez a kivitel, ez paradox módon csak Európában kapható, csak mi kapjuk, csak ide hozzák. Értelemszerűen azért, hogy ugye a CO2 kótát azt ennyivel is csökkentsék, vagy hogy egy kicsit megúszósra vegyék a figurát. Amerikában például ez a motor, vagy ez a hajtáslánc nem elérhető. Pedig jó jártak volna vele, mert azért eléggé jó. Ami a lényeg, hogy mivel ez egy plug-in hibrid, ezért kapunk itt egy ilyen kis töltőhajzatot. Nyilván itt lehet már most játszani a számokkal, hogy mennyi idő alatt tölt fel, meg CCS, meg minden. De a trükk az, hogy itt a hátsó ülések alatt ott lakik egy 14 kWh-s akkumulátor csomag. Itt elől. De jó masszív, kétszer kell meghúzni. Azért van, nézzétek meg, mekkora hajtóbehúzó van. Igazi amerikai módra, szeretjük. Itt elől viszont, hogy ezt utálom ezt a hangot, hogy az nem lehet egyszerűen, mindig belelóg ez a nyomorult a képbe. Na, itt ez alatt a nagy hűtőmaszk alatt természetesen EcoBoost motor van, sose kellett még felnyitnom, azért bénázok, az anyádba vagy már. Ez még nem találom. Áj, Pista! Ja, mert hogy fel van nyitva. Na, kitámasztós. Hát remek. Itt. Akkor ki is támasztuk. Bocsánat, közben egy kicsit nézitek a tetőt. Vagy itt a hidat. Szóval itt nem egy 4 hengeres motor lakik, hanem ez a biturbo
3 literes EcoBoost benzinmotor, és így megadja az autónak méreteihez járó teljesítményt, a teljesítményt pedig a kellő tiszteletet. Hát sokat nem látunk belőle, legyen annyi elég, hogy ez a jól ismert V6-os EcoBoost változat, ami elég sok mindenben megtalálható. Ilyen-olyan köbcentivel volt ebből 2.7-es a régebbi, aztán 3 literes, 3.5-es. 20 centis teszt. Főnök. Nem sikerült, nem ugrotta meg, le kell nyomni. Szóval, így jön ki. Így jön ki az a power, amire ennek az autónak mindenképpen szüksége van. Teszem hozzá gyorsan, hogy 2.5 tonna. 2.5 tonna, 2500 kiló, az nagyon-nagyon sok. De hogy hol van benne a sok anyag? Hát nagyon egyszerű. Egyrészt a méretbe, másrészt meg abba, hogy ugye Magyarországon kétféle felszereltségi szinttel kapható, ST-Line és Platinum. Ez a magasabbik. Ebbe minden benne van, srácok. Csak a metálfény, amit hozzá lehet rendelni, benne van a nagy bőrkárpit, a pihepuha ülés, 7 személyes, na-na, rengeteg benne a hely, mutatom is mindjárt, hogy itt nyílik, kis csöcsöt kell megnyomni, és hát így, 5 személyes konfigurációba, ugye ez 1139 liter, így ez a csomagtér, és hogyha természetesen elektromosan, hogy ne kelljen már véletlenül sem mozogni, fölállítjuk még a plusz két ülést, hát így már ilyen 140 liternyi helyecske marad, de azért pakolni még lehet bőven. Itt megtaláljuk a 220-as csatlakozót, hálózatit, illetve a rendes töltőkábelt, mert még vannak itt ilyen kis rekeszek, meg üregek, meg minden. Hát azért, igen, szóval ezt azért így kell visszarakni, de hát amerikai autóról beszélünk, és hát nyilván dönteni is tudjuk, ám de bár ilyenkor résen kell lenni. Na. Ó, ez az. Kicsit eltárt, amíg. Hiszen, hopp, föl kell emelni a kalaptartót, vagy kivesszük teljesen. Jó, mondjuk arra nem gondoltak, hogy ezt hova tesszük, nincs neki itt hely sehol a kalaptartónak. Hát vagy bevágjuk hosszába, vagy keresztbe, hogyha ledöntjük még ott azt a középső üléssort is, több mint 2.5 köbméter. Nyi helyünk van, azért az rengeteg, és hát természetesen elektromosan csukódik a csomagtér ajtó is. És hát ennyi kárpithoz, ennyi fémhez, ennyi, ez összeadja, ez megjön a 2.5 tonnák, megérkeztünk, itt vagyunk a középső üléssorba. Hogy is mondjam, az a jó az Explorerben, én rájöttem, hogy azért kedveltem meg, mert tudjátok, az amerikai autók, ugye ezekből az Explorerekből, az előzőekből, még a 4 literes sorhatos láncos motorosokból, azokból még azért elég sok fut idehazám, ugye tök jó kis közössége van. Baszlak meg, te hang! Szóval elég sok fut belőlük idehazám, egy tök jó kis közösség van körülöttük a Facebookon. És hát szép nagy autók, kényelmesek. De azért tudjátok, ez az amerikai minőség, itt ott egy kicsit kilóg a lólab. Egyszerűen nem Európára tervezték, nem nekünk találták ki, olcsóak a műanyagok, zörgős, stb. Na most ebbe az a jó, hogy már nem annyira véleményes. Tök európai szintű autót akarták csinálni, néhol még azért tetten érhető az amerikai nagyvonalúság. Például hát ez a KH, ez valami borzasztó. Viszont már rolónk, ki tudjuk húzni az ajtóból a kis füller. És például, hát ott is picit fura a dolog, hogy a két szélső ülést azt tudod állítani hosszába, viszont a középső fix. Ahogy a grafitember mondta, fix a szék. Viszont hátra beszállni ugye elég jó be lehet. Elég nagy helyet hagy. Ha be akarunk ülni a harmadik sorba, de azért ne legyünk nagyon optimisták, oda inkább csak gyerekeket rakjunk, ellenben itt középen gyerekek, itt azért én azt mondom, hogy ahogy az el is várható,
itt az étem érdek a helyünk, és puhára vannak tömve az ülések, puhá a bőr bennük, süppedősek amennyire csak lehet. Nézzétek csak, van rendes májrévasunk, kapaszkodunk ott, itt van egy komolyabb fogas, itt is van légbeömlő, mert hogy a klíma az háromzónás. Itt ez a hova fújó, ez a milyen meleget fújó, ez meg a mennyit fújó, és van itt USB, meg Type-C is, meg itt van még egy 220-as ájzat. Na, ezt majd meglátjátok, most sötét van itt a kamerának a híd alatt. Szóval jó nagy az üvegtetőnk is, dupla, elhúzható természetesen. Ez azért kell, hogy legyen itt egy kis fény. Egyedül ez egy picit fura, hogy ugye ez a középső ülés támla, ez bizony fix. Figyelj, te ne engem trekkingelj már, te buzi, hanem azt mutasd, amit akarok mutatni az embereknek. Így. Ezt. Hát ennyit tud a kesztyűtartó. Ennyit tud a kesztyűtartó. Szóval itt azért elfértek hárman, persze, de mindig a két szélén ülőnek lesz jobb. A csomagtartóban mondjuk én azért még el tudtam volna viselni egy pár kampót, vagy rögzítőfület, vagy valamit. Ó, anyám, porszívózhatom ki megint. Ó, rohagy meg. Na mindegy. 20-szolos kerekek vannak rajta. Igen, jól látjátok. Úgy, ez a platinum felszereltséghez jár. Ledes fényszóró. Annyira nem intelligens, csak intelligenciál kimerül abban, hogy lefelé kapcsolgatja a távolságit, meg a refit. Nincs benne. Szóval minden benne van, de azért például head-up displayünk az nincs. Vagy mondjuk ez az intelligens fényszóró. Ez Amerikának annyira nem fontos. Ők el vannak enélkül is. Ami viszont mindenképpen dicséretes, hogy ezen kívül meg aztán tényleg minden. Az összes létező sávtartó, radaros tempomat, keresztforgalomfigyelő, oldalszél korrigáló is van benne, egész jól tud önvezetni, bár ebbe az esős időben azért a sávtartó azért el tudja néha hagyni magát. És hát... becsukom már. Úgy. Ami nekem külön még tetszett, hogy a Bang & Olufsen, így, az Olufsen, az nagyon szépen szól, meg is nyomom a gombot, ott azt. Na jó, halkulja le, mert aztán... Na ez, amíg fel nem ébred a rendszer, addig ő nem fog elkussolni, le kell tekerni. Oh. Na, megérkeztünk ide bentre, én egy kicsit kijebb gurulok, srácok, hogy fénybe legyünk, mert itt olyan sötét van, mint a bányába. Úgyhogy engedélyetek kell, szépen csendben villanyháton, elektromos háton kigurulok ide, hogy tudjuk hallgatni az eső kopogását. Meg is érkezett az eső. Nagyon jó. Jól láttátok, hogy a váltó az igazából ennyi. Egy forgatható tárcsa. Ugye ez az autó a CND6-os platformjára épül a Fordnak, a Lincoln Aviator, vagy Nyaligátor. Navigátor. Igen, amit mi csak Nyaligátornak hívunk, az van még ugyanezen, az műszakilag lényegében ugyanez az autó. Van hozzá kis négyhengeres EcoBoost odakint, mert minden nálunk ezzel a motorral kapható, két felszereltségi szint, 9 szín. Nagyjából ennyi. Nem kell végigmenni az egész extra lista, mert ebben aztán tényleg minden benne van, amit csak be tudsz csekkolni. De, ami tetszik, még tegyük hozzá, hogy nem úgy összkerekes, mint mondjuk a Volvo XC90, hogyha hátul elfogy a delej, a villanymotor az mondjuk csak hátul hajt, akkor onnantól kezdve az nem hajt, hanem itt bizony van egy rendes osztómű van alatta, és egy kuplungos összkerékhajtás, egy kapcsolatú összkerékhajtás, amit akkor tudsz választani, változtatni, hogyha itt a drive módot elkezdett tekergetni. Így, ezt itt ting, 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 és akkor közben mutatom itt. Ez a sport. Jó, mondjuk azért nem egy 4K orgia a kijelző, de azért a felbontása rendben van, annyi, hogy oda középre
nem tudja kirakni a térképet, ellenben a navis üzeneteket akár a Vazébó, akár a Google térképről, az szépen kirakja a nyilakat. Magát a térképet nem vedíti ki. Hát van ez az Echo. Igen. Ilyenkor születnek a babyfókák, boldog mindenki, hiszen csak egy biturbó V6 valott elő. A normál, ezt szeretjük a legjobban, csúszós. Bizony, meg is fagyott. Ó, gyerekek. Csúszni amúgy lehet vele, na mindjárt. A kis kavicsos, erdőbe járkálós, ugye? Illetve a mély homok és hó üzemmód. Valahol még volt egy olyan, hogy lehet, igen, ez meg itt a bontatás. Nagyon jó dolog ám, mert 2,5 tonna az autó, de ugyanannyit húzhat. Úgyhogy az se rossz szám. Visszamegyek most egy normál üzemmódba. Így. És hát elmondanám nektek, hogy amit itt láttok, a 10,8-as átlagfogyasztás, az igazából most ment föl, 10,5-lel jártam vele. 10,5-lel jártam vele, és azért gondolkozunk el egy picit, hogy 10,5 liter benzin, vagy ez a 10-5-10-8, egy 2,5 tonnás összkerekes, és most figyeljünk, ez egy 450 lóerős autó, 825 Nm nyomatéka. Bocs, 457 lóerő, nehogy elvigyá a cica azt a hetet. Szóval egy 457 lóerős, 825 Nm nyomatékot tudó nagy SUV-val eljárni 10,5 meg 10,8 literből, az egy nagyon-nagyon jó érték. Akárki akármit is mond, mert azért 6 alatt van 100-on, 230 a vége, de úgy, hogy ott le van szabályozva, szerintem azt meg ki fogják belőle szedni azt a tiltást, mert jóval többet is tudna. Úgyhogy azért nem rossz. Mondjuk tesz is róla a 10 sebességes váltó, viszont a 10 sebességes váltónak megvan az előnye, hogy mindig van hova pakolgatni. Mindig van lejjebb, ahonnan még el lehet indulni, és tényleg soha nem fogy el az ereje, de erre majd beszélünk, nézzük még szét 1-2-3. Itt a beltérben a jól ismert Fordos multikormányt találjuk itt. Ez itt a sávtartónak a gombja, itt a távolságot állított be a tempomatnak, itt pedig ugye a klasszikus menübe tudsz mászkálni. Úgy. Na, vissza is jövök, mert minden be volt állítva tapónak. Így. Természetesen a 4 elektromos ablak, a tükör, minden, és akkor most jön az, hogy az ülések. Nézzétek meg, én nekem nem mondom őszintén, nekem ezt tetszik. Tetszik ez a kicsit pufi, kicsit puha bőr. És ugye 10 irányba állítható maga az ülés. Természetesen van ülésszellőztetés. Légy szíves, találja a fókuszt. Na. Ülésszellőztetés 3 fokozatban, illetve fűtés, kormányfűtés is. És ami nagyon jó, hogy meg is jegyzi a beállításokat, ahogy megjegyezte, látjátok, az autóholdot is nem felejti el. Van szépen, mert ő okos. Mert ő okos, de a legszebb, hogy megnyomod itt ezt a gombocskát, és rájössz, hogy 1, 2, 3, 4, 5 féle masszázs van, 3 féle erősségben, illetve a deréktámaszt is. Ilyenkor ugye kikapcsolja a masszást, hiszen épp álligatni akarod a deréktámaszt. Ennek is ugye van alja, teteje, közepe, és abszolút személyre tudod szabni az ülést. Ne menj már el masszázs. Na most! Full recovery, az kell nekem. Na most, jól látjátok, hogy ezt a tabletet, ezt nem a nagyanyám rakta ide pillanatragasztóval, vagy duct tape-el, hanem ez bizony így gyári. Úgyhogy én értem, amikor egy kicsit is extravagánsak akarunk lenni, csak azért is szembe menni a trendekkel, mert majd egyediek vagyunk, csak ennek a vége az, hogy vagy hülyének néznek, vagy sikerül. Na most, ez inkább a hülyének nézésnek a sztoria, ugyanis amikor állítva teszel be egy tabletet, akkor mi történik? Az történik, hogy indítsuk csak el. Ez itt most szépen elforgatja. De ahogy rászúrom az Android autót, látjátok? Ez lesz. Várjátok, leszedem a telefont, és mindjárt folytatjuk. Na szóval, közben levette Pityu a kabátot, mert nem a kabátba kapcsoljuk be az övet. Ahogy rászúrom az Android autón, őt és telefonomat, mindjárt meg is történik, akkor jön elő egy olyan probléma,
felismeri szépen Apple CarPlay-t is, mindent, szoknya, gombot vár, mindent tud. Csak hát, amikor te azt elindítod, akkor jössz rá, hogy bizony, ezt a képernyőt már ő nem tudja kirakni teljesen. Úgyhogy a tablet alsó része az úgy van. Az ott kéklik, néha van rajta 4-5 karakter, mint most, és ezt hiába 10,1-szoros, itt a kis tetejét használod. Hát ez úgy azért annyira nincs végig gondolva. Meg most még kellett ezt ide állítva tenni, mert nem fért volna el a 2 méter széles, amúgy több mint 2 méter széles az autó, nem fért volna el mondjuk fektetve, akkor lógjon ki egy kicsit. Plusz ugye, azt már észrevettem, hogy nem tudom mennyire látszik, de eléggé mozog itt az üveg. Már rajta. De jó, ennyi a baja tényleg. Ezt nem értem, ezt senki nem fogja tudni nekem megmagyarázni, mi volt jó az állítva. Van, akik megpróbálta kiszedni, mert azt hitte, hogy én állítottam oda. De nem! Itt aztán a menübe be tudod állítani nyilván a színt, a beltéri világítás színét, be tudod állítani a hangot. Minden is csókoltatok természetesen minden kollégát, aki mindent maxra teker fel, mert majd az úgy szól jó, nem szól úgy jó. Nagyon jó a térhatású hang. Ugye hatalmas nagy a tér, sok a szivacs, sok a puha anyag, nagyon jó hanghatást lehet itt elérni, meg szép hangzást lehet elérni. Nagyon szeretem Bruce Springsteent és az E Street Bandet hallgattam, és nagyon jó kijött még az élő koncert is. És ez a szépen itt mindent be tudsz magadnak állítani, amit akarsz. Jó, látjátok, hogy a rendszer az néha egy picit hektikus, alapvetően működik, nem dobja el a kapcsolatot, mindent csinál, ahogy kell, csak lehetne egy pirinyó gyorsabb, meg hát ez a tablet, ez innen. Aztán azt mondja a Ford, hogy ez igazi fa. Na most, ha ez igazi fa, akkor feltalálták a műfa érzetű igazi fát. És hát az egy ilyen hézagot a Touaregben már nem néznénk el. De hát ez egy Explorer. És azt el kell mondani, hogy ami nagyon-nagyon fontos, hogy az árához képest egyszerűen többet ad. Gondoljatok bele, ez a plug-in hibrid SUV, nyilván egy oxymoron, de van, léteznek, fogadjuk el, mert látod őket, mert akkorák, hogy 26 millió forint, 26 millió 100, egy pár százezer forint van az ST Line, meg e között, ez a Platinum között, nem érdemes vacakolni vele, mert extrába több lenne, úgyhogy érdemes mindjárt Platinumra, hogyha rámozdulná. 26 millió forinté megkapod azt, amit mondjuk a ilyen teljesítményű hibrid, mondjuk nyugodtan német triumvirátus, bőven 30 fölött ad. És úgy már azért az ember hajlamos elnézni azt, hogy állítva van benne a tablet, meg hajlamos elnézni azt, hogy itt ilyen az illesztés, mert amúgy meg mindent megkap. Nézzétek csak, van 5 szivárgyújtó, van összesen a fedélzeten szétszórva, van Type-C csatlakozó, van sima USB, van egy jókora nagy könyöklőnk, ott is van egy szivárgyújtó. Magától beparkol, itt az EV módot tudod váltani, mindjárt mutatom is, hogy többféle üzemmódot tud. Van ez a normál, ilyenkor kivesz és vissza is táplál valamennyit. Van a tisztán elektromos, na most 40 kilométert mondanak hatótávra, maradjunk annyiból, hogy ez a 27, inkább 30 talán, hogyha ügyes vagy. Ugye ez itt a spórolós mód, hogyha mondjuk autópályán közlekedsz, akkor megspórolod a töltést, hogy városba tisztán elektromosan tudjál menni, illetve van ez a töltésmód, amikor folyamatosan jár a benzinmotor, és tölti az akkumulátorokat. Ami nagyon fontos, hogy nem merül le soha csutkára, annyi power mindig lesz benne, hogy besegítsen a hajtásba. Itt most jól látjátok, hogy 17 km-nyi töltés van, de amikor nullán van, akkor is van benne mindig annyi töltés, hogy előjön belőle az erő. És elő is jön. Mit hattam még ki? Ja, okos részlet, hogy itt a kábel átvezetést megoldották. Itt, ha ezt lecsukom, akkor nem csípim oda a kábelt, meg kell nyomni. Így. Szóval egy egyszerű, jól kezelhető, átlátható, ugye az ergonómiájával nincs baj. Ja, hát nyilván vannak rajta váltófülek, de hát tényleg
azok kellenek, mint Kövér Lászlóra a bajusz, mondjuk egyáltalán nem hiányoznának, ha nem lennének, eszembe se jutott soha kézzel váltani. Itt vannak a tetőnyitó gombok, ezzel a rollót húzod el természetesen elektromosan, és hát ott van a szép nagy üvegtető. Szóval jó ülünk benne, az egész autó nagy, kényelmes a fotel, és valahol azért a kényelem szerintem az nagyon-nagyon fontos, és nagy testbe lehet igazából jó kényelmet elérni, meg jó komfortot. Lényeges info szerintem, ha ez engem legalábbis meglepett, hogy elképesztően csöndes. Nem csak maga a motornak azért egy fordulaton van egy ilyen szép érces V6-os hangja, egyáltalán nem szól csúnyán, ugye a négy kipufogó V kifelé is dörömből, de nagyon-nagyon csöndes, mert van benne aktív zajszűrés, ugye a hangszórókon keresztül fordított amplitúdójú hangot játszik be, hogy kiszűrje, ki elnyomja, vagy lenullázza, vagy kioltsa az egyéb zajokat. Ugye dupla az üvegezés, és nagyon-nagyon csöndes, még nagyon magas tempónál is, és erre kell nagyon vigyázni, srácok, mert ha nem figyeljük a kilométerórát, akkor bizony ez úgy meg tud szaladni, és nincs az a trafipax, ami ekkora hombart ne tudna lefényképezni, biztos, hogy be fogjuk szopni, hogy érdemes nagyon figyelni a sebmérőt, mert amúgy nagyon kényelmesen rugózik, egyáltalán nincs nyoma ennek a himbilimbi kényelmetlen álvázas nyeklésnek, nyaklásnak, elől megferzonunk van, hátul egy ugye elég komplikált multilink felfüggesztés, nincsen légrugó, nincsen elektromosan állítható karakterisztikai futómű, egyszerűen csak meg van csinálva, azt így jó, ahogy van. És ha hosszú távon gondolkodunk, akkor mennyi is egy légrugó manapság? Egy alatt kapni újat? Nem annyira hülyék ezek az amerikaiak, azért ők a maguk módján értik, hogy miért szeretik ezt a fajta kicsit leegyszerűsített, ugyanakkor valamilyen szinten más komfortot. És hát ugye a Ford az nem egy luxus márka Amerikában sem, ettől függetlenül nem mondanám azt, hogy van vele baj. Jó ez. Na mindjárt innen folytatjuk. Na, megérkeztünk. Csak sikerült felépítenem itt ezt a lényt. Bent felejtettem a szerkesztőségbe a egyik ilyen tartót. Na mindegy. Szóval, megvagyunk, beültünk, minden szuper, minden fasza, masszíroz az ülés, jó fogású a kormány, jó nagy előttünk itt az egész, nem is tudom minek hívjam, ezen egy afrikai lagzit megtartanak ezen a géptetőn akkora. Menjünk, minden be van állítva, minden jó, D-be tekerjük itt ezt a kis előválasztókart, és akkor szépen, ilyenkor villanymotorral, csöndesként elindulunk. Teljesen jó, közben már pittyeg nekünk itt a navigáción, mert hát tudom, hogy vissza kell vinnünk ezt az autót, mert nagyon rövid időre kaptuk meg. No, de azért csak nézzük már meg, hogy mit lép, nem? Megállunk itt teljesen. Itt ilyenkor meg kiírja, hogy brake coach, hogy a fékezés milyen hosszú volt, és hogy a fék ebből az energiából, amit amúgy elhasználtad, ez mennyit táplálta vissza. Jó, 84%-ot. Jaj! Megy szépen! Az a lényeg, hogy ahol még egy picit finomítani lehetne, az európai konkurensekhez képest. Konkurensek, igazából nincsen neki konkurense, mert csak többé van olyan, ami ekkora, meg ami plug-in hibrid. Ahol finomítani lehetne, az bizony a... Várjál csak, mert ha elrúgod, bizonyám, alapból hátul hajt. Ho-ho-ho! Ki lehet ám itt kapcsolni a kipörgés gátlót? Nem javaslom, bár a hosszú tengelytáv az mindig jót tesz a csapatásnak. Szóval igazából talán a nagy Land Cruiser áll hozzá legközelebb, de az még álvázas, meg nem tudom, abból is talán nincsen hibrid, de kicsit úgy egyedül van hagyva itt az Explorer Európában. De már annyira az anyámat akartam mondani. Ja igen, hogy úgy elkezdi az ember használni, és rájön, hogy igazából egyáltalán nem rossz. Félre kell tenni mindenféle ilyen hülye averziót az amerikai autók iránt,
ugye ez mégiscsak egy Európába hozott Ford. Figyeljetek, 26 év, fullos, persze nyilván rengeteg pénz a 26 millió forint, de hát egy 40i X5 20-ról indul, azt akkor még nincs benne mondjuk csak kormánykerék, meg négy ülés, ahol kézzel állígatod magad alatt a hokedlit, ez csak egy példa volt, mondtam volna mást is, ez még így 26 év azért teljesen rendben van, de azért ezt egy picit vegyük észre, hogy maga a hajtáslánc jól működik együtt, a villanymotor ügyesen kapcsolja le, jó vált az üzemmódok között, de azért eltelik egy kis idő, amíg ott lent Jim kimatekozza, hogy abból a temérdek sebességi fokozatból most még melyik is melyikre gondoltunk. Meg amíg a villanymotor nem összeszedi maga, nem is tudom, van benne, van egy spétje, ami, ami nem kéne, hogy legyen. Mindjárt már ezt megmutatom nektek, hogy mennyi csak itt le fogunk menni, éjjni, erre. Nagyon helyes. Szóval van egy kis késése, ami azért már ennél finomabban is megoldják már a dolgokat a konkurensek, de egyáltalán nem zavaró, csak hogyha ültél a többibe, akkor azért feltűnik, hogy egy picit eltárt neki. Az úrnak a kis kompresszorok itt a hátam, mivel levegősen masszírozzák a hátamat. Hallom, hogy én megkedveltem. Persze nyilván egy hatalmas nagy batár, de tényleg annyit fogyaszt benzinből, mint az én 2.2-es diesel Rexton-om, amivel most járok. Nem az enyém, bocsánat. Amivel most járok, azért az engem meglepett. Ó, itt meg sárga lámpa, álljunk is meg. Fék, az van. Méghozzá nem is rossz a fék, mondjuk most szarul fékeztem, de ezt a brake coachet ki fogom lőni az anyjába, mert nagyon idegesítő. Nagyon jó kis harapós fék van rajta, meg is fogja ezt a 2,5 tonnát, de kell is. Mondom, meg lehet úgy gurítani, hogy az ember észre se veszi, aztán ujjjjjjjjjjjjjjjjj, sok lesz. Ma nagyon három számot ír ki a kijelző. Klíma csöndes, zene jó, egyáltalán nem ráz, se úthibákon, keresztbordákon. Lehet vele szépen gurulni. Volt rá egy visszahívás, rögtön ahogy elkezdték gyártani, hogy minőségi gondokkal küzdött, de állítólag már túl vannak ezen. Hát itt igen, ez a műanyag, ez jól látszik, ez ugye nemzetközi bemutatóról hozzák ezeket az autókat, aztán körbehaknizzák Európát. Ez is kint volt a nemzetközi bemutatón. És hát na, remélem jó benne volt a képbe, hiába jövök én, bázd meg, a 2,5 tonnás, 5 méter, 5 centi SUV-val, a szürke Swift-tel a bácsi úgy jött ki elém, index nélkül. Nem látod, szerintetek? Kicsi? Lehet, hogy nőni kéne még. Főnök, hát úgy átmegyek rajtad, mint libán a fos, hát gondolkozzál már egy kicsit. Ott a tükör használt. Nagyon jó. Milyen szép lett volna, hogyha áldásba zúzom le az autót. És ha nem forognál a kamera, azért megkérdezném, hogy hello. Aha, megvan. Full párába ül a csávó. Full. Nem lát ki a kocsiból, baszki. Le kell húzni az ablakot, főnök. Na mindegy. Szóval az van, hogy van egy ilyen kis spét. Mutatom, padló. És most már túlléptük azt, amit itt szabad. De utána nem azt mondom, hogy úgy indul meg, mint egy SQ7, vagy egy SQ8, vagy egy M50D, hogy ilyen hirtelen bang! Ez nem kirobban, ez ráomlik az útra. Olyan, mint amikor felrobbantanak egy felhőkarcolót, kicsit még áll, és így mindent elsöpör maga előtt. Irgalmatlanul nagyot tud menni ez az autó, de tényleg, és ugye benzinesen ment nagyot, a hangja is jó, meg azért 825 Nm azért az gurítja ezt a 2,5 tonnát, bármennyit, meg ez a 450 ló azért elég tisztességesen megy. Nagyon. Nem gondolná az ember, egy igazi ultimate sleeper ahhoz képest, hogy ahogy kinéz, hogy tényleg egy nagy kocka batár, kocka mennyire kocka, de azért a négy valódi kipufogóvég, teszem hozzá, valódi kipufogóvég,
az tényleg nem dísznek van ott, hogy karácsonykor világítson, hanem azon tényleg jön belőle ki a power. Szeretjük. Jó, nem egy rossz autó. Felhívtam Csikóst, mert ugye ő is vezette kint a nemzetközi bemutatón. Figyelj már Zsolt, ezzel nincsen semmi gond ezzel a kocsival. Paradox ezt mondani, de 26 millió forintén meg egyáltalán nem egy rossz vétel. Oké, nincs head-up. Nem tudom. Nem vakulok meg, vagy nem leszek nyomorék, hogyha nem nézhetem. Meg vagyunk nélküle. Nincs hiperintelligens ledes fényszóró, legalább olcsóbb lesz, ha kitorik. Nincs légrugó, mert van egy jó futómű. Nincs elektromosan állítható futómű karakterisztika, mert minek. Egyáltalán nem kanyarodik rosszul, és nagyon-nagyon csöndes. Ez a legrosszabb, hogy a csöndet nem lehet hallani, szóval nem halljátok, hogy milyen csöndes. De higgyétek el, hogy nagyon-nagyon csöndes. A kővári Barna hív, de majd őt visszahívom később. Sőt, Barna, pont forgatok, épp benne leszel már most az adásba, drága testvérem, mindjárt visszahívlak. Ölellek, szia! 12 másodperc volt, amíg megjött a hang a központi rendszeren keresztül, hogy halljam is. Szóval nagyon csöndesen, kényelmesen, ezt lehet szeretni ezekben az amerikai autóban, amikor odakint voltunk a Chevy Tahoe-ba, és ezt lehetett, hogy hátradőlsz, nem szűkölköd semmiben, 75 liternyi pohártartód van, meg pakoló rekeszed, akkora az ajtózseb, hogy egy disznótort lezavarsz benne. Szóval ez, ami ahhoz kell, hogy távolságot tegyél meg, tényleg 10 hetet, meg 10 feleket fogyaszt, ez jó, ezt lehet benne szeretni. Jó lett, ez az új Explorer, ez jó lett. Az előző, vagy a kettővel ezelőtti, ez a lecsapott orrú, az iszonyú nyomorútnak tartottam szegényt a jó szögletes Explorerek után. De ez, ennek van stílusa, van ereje. Még majdnem azt mertem mondani, hogy zöld is, mert hát azért lehet vele elektromosan közlekedni, meg plug-in. Viszont jó, azért úgy plug-in, hogy amikor itt átállítod az üzemmódot, hogy akkor most menjünk töltősre. Nagyon sokáig eltartam, míg összeszed egy pár kilométernyi töltést, ugye így a benzinmotort használva. Egyáltalán nem egy rossz autó, nem lehet rá azt mondani. A fene se érti. Értem, de hát nem kell bántani. Jó, ezt túl kell tenni magunkat azon, hogy hát Ford van az orrán, Amerikába szeretik. Akinek meg több kell, az megveszi a navigátort. Vagy az aviátor. Navigátor, igen. Nem, aviátor. Tudjátok, hogy valamelyik. Na, így menjünk, milyen szépen puha hangot játszik az index alá is. És hogyha kikapcsolod a kipörgésgátlót, akkor azért megúszik a nagy hombár. Jó a hifi, jó a kényelem, de hát ezt már elmondtuk. Nem tudom, nagy dilemmában lennék, hogyha pont egy ekkora SUV-ra lenne szükségem. Lehet, hogy már csak azért is ezt választanám. Ne legyünk sablonosak. Jó, tetszik. Jó a töréstesztje is. Nagyon jó el voltam vele, sokat mentem vele. Orosházán voltam, autópályáztam városba is. Ment bele a méter, de én abszolút elégedett vagyok. És mindjárt lassan vissza is érünk ide a Fordhoz, ahová vissza kellett hoznom. Valahol egy benzinkúton azért tankoljuk tele. Most kicsit az egymáshoz bújtak a 10 000-esek a pénztárcámba, hogy ránéztem, hogy mennyi van, mennyi üzemanyag fog belemenni, de hát ez van. Jó nagy az üzemanyagtank, azért van hatótál is. Helye közel. Van hasmagassága, rendes összkereke. Nincs ezzel baj. Jó az Explorer. Az új Explorer az jó. Jobb, mint eddig bármelyik. És már európai szemmel nézve is. Jó. Beállunk oda a szélére. Csinálunk egy frankó kis számolás. Nézzétek, jó direkt a kormány is. Nagy a tükör, minden nagy, minden. Jó. Ez kell Pityunak. Ha kéne. Na, úgy mondom.
meg hát egy nagy a csomagtartó. Jó kis kocsi lett ez. Na, végezzünk egy számítást, hogyha működik frankon itt a, minden. Megmondom nektek pontosan, mert én egy olyan ember vagyok, itt van srácok, ennyiféle felszereltség, mert minden extra van hozzá. 26.182 ugye a platinum, az STL-en meg 25.9. Nem érdemes szerintem, be kell venni a fullba, a tutiba. Lehet fényszó, nappali menetfény, mondjuk, hogy milyen ez a prémium tárcsafék, azt ne kérdezzétek meg, mert ezek szerint van nem prémium, és ez lehet műanyagból van, ez meg acélból. De mindegy, borulásgátló rendszer, Isofix második, a harmadik sorban is. Nagyon fontos, ja, a középső sorban van ülésfűtés is természetesen. Riasztó, figyelem, SOS rendszer, visszagurulásgátló, lejtmenet asszisztens, oldalszél stabilizátor, a stabilizáló vontatmány kilengés szabályzó, hoppá. Elektromos csomagtirányzó, tábla felismerő, 360 fokos kamerarendszer. Nézzük csak azt meg, hún van az a 360 fokos kamerarendszer. Ja, itt a kamera. Aha, hát ott. Így, tényleg ott van. Nagyon jó, gyere vissza. Home. Ja, mindig maradj akkor. A napellenzők, és azt mondja, hogy itt van a 10 platinum felirat fűzete. Egyedi matt alumínium hűtőrács. És akkor igazából, amit még rá tudsz kérni a platinumra, az a fashion metal fényezés, vagy a prémium metal fényezés. 80-é, vagy 150 ezeré. Nem, nincs túllőve az extra lista. Úgy gondolom, hogy ez így teljesen elfogadható. Itt vagyok, kis kamera, térje magadhoz. Hello, itt a pityunak a nagy feje, látod? Autohitel.hu. Vételár 26.100. Jó, mondjuk beírni azért fájdalmas, de hát tudjuk, hogy az általában nem készpénzre veszik ezeket az autókat, meg nem magánszemélyek. Futamidő 3 év. Önerő meg, majd mindjárt teszünk majd egy 10-est. Mindjárt számolunk egy pontosan, így. Önerő 10 millió forint. Tíz futamidő, 3 év. És nehogy magánszemély. Társaság nyílt végű. Ugye akkor áfamentes is. Vagyis hogy lehet visszaigényelni az áfát. Úgy azért. €195.000 a nettó törlesztő 3 évre. Az árt végülön vesszük. Még hozzá magánszemélyként. Akkor azért más lesz a történet. Na, úgy azért 495.606 forint a havi törlesztő részlet, ha 10 millióval szállunk be a 26 milliós autóba. És 7,2%. A THM kedvezmény az most 5,7. Az nem rossz. Sose volt olcsó műfaj a nagy SUV, ami jó fel is van szerelve. Ez ennyi, gyerekek. 26 millió forint egyáltalán nem rossz ár, ezért az autóért, meg azért, amit ad. Nagyon nagy menést ad, nagyon jó fogyasztást ad, rengeteg helyet, jól fel van szerelve, és tényleg apró kis hülyeségek vannak, amiken viszont az ember túl tud lépni, hiszen arra gondol, hogy a többihez képest mennyivel olcsóban vette meg, és egyáltalán nem, se nem lassabb, se nem rosszabb, mint autó, sőt, nagy a csomagtartó. Meg sok minden benne van.
Jó, szeretjük ezt az új Explorert, ez jó lett. Remélem tetszett ez a kis teszt, itt a kommentben aztán írjátok már meg, hogy szerintetek van-e esélye az európai konkurenciával szemben, vagy nincs. És hát persze már azt is megírhatjátok, hogy kéne, nem kéne Audi, BMW, Mercedes, stb. Én úgy gondolom, hogy ez a plug-in hybrid Explorer, ez egy jó autó. Arra, amire kell, meg amire kitalálták. Tartsatok velünk, én akkor szoktam Bence mutogatni így, amit nem látok, hogy tartsatok velünk, iratkozzatok fel, a Speedzone az robog tovább, remélem. A hátam mögött, hát lehet, hogy ezt nem így kéne. A hátam mögött most tolnak be egy RX-8-as Mazdát. Hát jó, így múlik el a világ dicsősége. Szevasztok! Támogatónk az MKB Euroleasing. Számolhat velünk. A műsor támogatója az Invention Factory Development Kft. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.